A hetedik feladat a dualizmuskori nemzetiségi politikához kapcsolódik. Egy komplex tesztfeladat egyébként, kimondott a jó feladatnak kell értelmezzen. Persze ez is szövegértés ebben a dologban, de idézve vagyon az 1868-as nemzetiségi törvény. Ez a világ egyik leghaladóbb, mondhatnám azt, hogy a leghaladóbb nemzetiségi törvénye volt, és Báró Eötvös József nevéhez köthető. Ez az ember egy kiemelkedő személyisége a magyar történelemnek. Itt van négy kérdésünk. A magyar anyanyelvű felszólaló felszólalhat-e anyanyelvén? Mindenütt fel lehet szólalni magyarul. A nem magyar anyanyelvű felszólaló felszólalhat-e anyanyelvén? A nem magyar anyanyelvű felszólaló csak a törvényhatóságba és a községekben szólalhat fel. A Magyarország gyűlés nyelve a magyar, tehát ott nem lehet idegen nyelven felszólalni. Kötelező nyelvű jegyzők, kötelező magyar nyelvű jegyzőkönyvet vezetni, kérdezi. Igen, kötelező az országgyűlésen és a törvényhatóságokba. A községekbe, egyházi gyűléseken nem kötelező, ott olyan nyelven vezetik, amilyen nyelven a többség eldönti. Kérdés, lehetséges, hogy a jegyzőkönyvet kizárólag ezen a három nyelven vezetik párhuzamosan? Németül, románul, szerbül? Igen, lehetséges, de csak a községekben. Azokon a területeken, ahol legalább az ötöde, magyarul a 20%-a a lakosságnak igényli azt, hogy a saját nyelvén hozzászólhasson, illetőleg a saját nyelvén vezessék az ottani gyűléseknek a jegyzőkönyvét, ott ezt meg kell tenni. Tehát ez van. Ez volt a hetedik kérdés. Nyolcadik kérdés a Szovjetunió két világháború közötti történelmhez kapcsolódik. Hát egész oldal erről szól, egyébként pedig három sort, mondjuk 4,5 szóval meg lehetne magyarázni ezt. Kicsit sok a szöveg itt, én azt gondolom. Miről szól? A 36-os alkotmányról, alkotmányból vannak részletek. Ezt úgy hívják egyébként, hogy a nagy Sztálin alkotmány. Ugye Sztálin magáról elnevezte így. Az a kérdés, ami nem könnyű. Nevezze meg szakkifejezéssel azt a gazdasági rendszert, amelyre az A forrásjelű részlet aláhúzott része utal. Alá van húzva az, hogy a népgazdaság szocialista megszervezése. Most az a helyzet, hogy ide nem nagyon lehet mást írni gazdasági rendszerként, csak az, hogy szocializmus. Kérdés, hogy eszébe jut-e a gyereknek. Mert ott fönt azt írja, hogy népgazdaság szocialista megszervezése, hogy a tanuló rájön-e arra, hogy ha gazdasági rendszert kérdez, akkor az a szocializmust lehet. Mely a tulajdonviszonyokat érintő átalakítást tette lehetővé, hogy az állam mindenkinek munkát biztosítson, és a dolgozók fizetését is szabályozza. Fogalmazza meg saját szövegét. Lényegében itt az jelenti, hogy felszámolja a magántulajdon. Mert tulajdonviszonyokat érintő átalakítást kérdez. Teljesen megszünteti azt, kialakítja az állami tulajdon, innentől kezdve az állam foglalkoztatja a dolgozót, az állam fizeti a dolgozót. Magyarázza meg saját szavaival, hogyan korlátozta maga az alkotmány az egyesülési szabadságot. Nagyon egyszerű. Én vagyok az állam, én létrehozom neked az egyesületet, ebbe az egyesületbe léphetsz be. Én ott majd téged folyamatosan fejlesztelek. Aktivitás területén is. Aztán, ha éppen rossz felé aktivitálsz, akkor majd, ahogy szokott lenni, fejbe váglak. Következő része, mi a B-jelű forrásrészletben aláhúzott szövegrész tömegek kezdeményező készségének és politikai aktivitásának fejlesztése céljából, ez van aláhúzva. Hát a helyes megoldás az, hogy a tömegszervezetek segítségével mozgósították és ellenőrizték a lakosságot. Kilencedik kérdésünk a zsidóság helyzetével kapcsolatos a két világháború közötti Magyarországon. A 1920-as numerus claususból idéz, megkérdezi, hogy mi volt az idézett törvény közkeletű elnevezése. Igen, numerus clausus magyarul, ugye zárt számot jelent. Azt jelenti, hogy megmondják azt, hogy egyetemeken, különböző értelmiségi pályákon, egyebeken, de leginkább az egyetemről szól, olyan arányba vehet részt a zsidóság, tehát olyan arányba lehet zsidó hallgató, amilyen arányba az országon belül a zsidóság száma adott. Ezek után ad három felszólalót, aki mond valami véleményt a törvényről. Nekem az a feladatom itt, hogy a felszólaló az idézett részletben támogatta a törvényjavaslatot, vagy inkább azt mondta, hogy kifogásolta, hogy a zsidókat bűnbaknak tekintik. Van egy idézet Vasadi Balogh Györgyről,
Ő azt írja le, hogy hát nekünk nagyobb bajaink vannak, 1920-ban vagyunk. Trianon Prohászka támogatja a numerus clausust, az ország többsége egyébként ezen a oldalon áll. Utána pedig egy Ugron Gábori nyilatkozat van, Ugron Gábor tudjuk egy erdélyi politikus, kifogásolja ezt, hogy most faji alapon hozunk törvényeket. Mondom, azért teszi ezt, mert Erdély mindig elfogadóbb volt a vallásokkal, illetőleg a nemzetiségekkel kapcsolatban, mert több nemzetiségű terület. Karikázza be állítását, amelyik igaz az idézett törvényre. Erre a törvényre ebből a megállapításokból azt tudom bekarikázni, hogy a törvény sértette az állampolgárok közötti jogegyenlőség elvét. Tehát ezt mindenféleképpen be tudom tenni. Tizedik kérdésünk, a feladat hidegháborús keleti és nyugati blokkkal kapcsolatosan. Kérem szépen, ezek manapság nagyon divatosak. Láttam, rengeteg plakátos kérdés van az emelt szintben. Itt most bélyegek vannak. Kapunk 6 bélyeget, ami a keleti és nyugati blokk, tehát hidegháború korszakából van, mondjuk 1950-es évektől, 40-es évek végétől, egészen a későbbiekig, míg a két világrendszer működött. Kérdés, hogy mi a kérdés? A másik oldalon van a kérdés. Az a kérdés, hogy melyik gazdasági együttműködés, melyik katonai együttműködésre utal, nyugati blokkhoz tartozik-e, keleti blokkhoz tartozik-e. Az első 4 bélyeg szerintem, ami besorolható ide, az első bélyeg egy korabeli bélyeg, 20 éves a Varsói szerződés. Itt vannak rajta katonák, ami természetesen egy katonai együttműködés, és ami egyértelmű, hogy a keleti blokk katonai együttműködése. Vele szemben ugye itt van a NATO-ról egy bélyeg, korabeli bélyeg, feliratok jelentése Egyesülve a Szabadságért, ugye a NATO 1949. április 4-én alakul, és nyilvánvaló ő is egy katonai együttműködés, de ő a nyugati blokknak a katonai együttműködése. Utána itt van egy korabeli bélyeg, amely Marshallt ábrázolja. Ugye Marshall, George Marshall egy amerikai miniszter, akinek a nevével fémjezik azt az új európai újjáépítési programot, ami hát a Marshall terv néven valósul meg. El akarok kötekedni ebben a kérdésben is, mert hát ugye miért ne kötekednék. Gazdasági együttműködésről van szó, a nyugati blokk gazdasági együttműködése, de tudjuk azt, hogy fölajánlották a keletnek is, Szovjetunió, Magyarország és minden hát Szovjetuniós csatolt ország elutasítja, de Jugoszlávia nem. Tehát ezért nem tudom, hogy mennyire csak a nyugatiakhoz tartozik, mert Jugoszlávia eddig volt a keleti blokk egyértelmű része. Innen lesz ugye Tito láncos kutya, amikor is azt mondja, hogy elfogadjuk a Marshall tervet. A negyedik bélyeg, amit be kell írnunk, ez a KGST. Ez viszont egy kölcsönös gazdasági segítség tanácsa, ami ugye a szocialista gazdasági együttműködés volt. A 11. feladat a Kádár korszak mindennapjaival kapcsolatos. Itt van egy szép kis ábra. Az a címe, hogy sajt szükében. Áll a néni a bótos előtt, a bótos pedig mondja, hogy tetszik tudni, ebben a negyed évben csak a lyukakat gyártják. Tehát egyébként roppant jó korabeli karikatúra, tényleg. Utána van 3 állítás, válasszuk ki az ide vonatkozó helyeset. Hát az a helyes, hogy a tervgazdálkodás következtében a kínálat gyakran nem igazodott a kereslethez. Nem csak sajta voltunk így annak idején, hanem elég sok minden. Ez egy nagyon jellemző dolog volt. A következő rész arról szól, hogy Kádár 61-es beszéde a Belügyminisztérium pártbizottsági ülésén arról szól, hogy valamit csinálni kell ezekkel a kiskereskedőkkel, meg iparengedélyekkel, mert hát tisztára maszakok lettek, meg magántulajdonosok, meg... És erre mondja Kádár, hogy de voltunk már velük radikálisak, és nem segítették nekünk az eredményeinket, és nem álltak mellénk, akkor most mit tegyünk? És nyilvánvaló azért kapta, vagy azért mondta ezt, mert bizonyára kapott olyan alulról jövő kezdeményezéseket, hogy megint azonnal le kell ezeket tiltani, és inkább ugye az ellenkezőt döntötték, itt az a helyes, hogy egyes társadalmi csoportoknak engedményeket tettek, hogy növeljék a gazdasági rendszer elfogadottságát. Nem támogatták ezeket az embereket, de nem vágták le a fejüket, tehát lényegében azt jelenti, hogy bizonyos engedményeket adtak. A következő dolog egy 1000 főre jutó élbeszületések számának alakulása Magyarországon,
És hát itt a Kádár korszakra irányul a kérdés. A helyes válasz a háromból egyértelműen az lesz, hogy az 1960-as, 70-es években bevezetett népesedés politikai intézkedések hozzájárultak az élveszületések számának átmeneti növekedéséhez. Utána van egy korabeli reklám, ül itt a hóember a Lehel hűtőszekrény előtt, és akkor itt is van három megállapítás, melyből a helyes válasz az életszínvonal emelkedésével Magyarországon is megjelentek a fogyasztói társadalom egyes jellegzetességei. Hát eddig nem voltak, most már van hűtőszekrény, Jászberénybe gyártják a leheleket. Hát a 12. kérdés, meg kell mondjam őszintén, hát rengeteg időmbe tellett, mire ezt az egyszerű feladatot meg tudtam oldani, mert nem tudom megmondani, hogy ennek ellenére, hogy én ezt a feladatot tökéletesen megoldottam volna. Nagyon érdekes a feladat, még ilyet nem láttam történelmi érettségén. 2014 és 17-es adatok, tehát nagyon modern adatokkal foglalkozunk, roma kérdés, természetesen a 12. utóbbi időben ez általános. A középszinten a foglalkoztatottak aránya Magyarországon a 15 és 64 éves korosztályban 2014-ben és 2017-ben, és akkor azt mondja, megkapjuk azt, hogy a teljes lakosság körében mekkora a foglalkoztatottság, megkapjuk, hogy a roma népesség körében mekkora, megkapjuk, hogy a férfiak körében mekkora, és megkapjuk, hogy a roma férfiak körében mekkora a foglalkoztatottság. Utána pedig vannak kérdéseink. Azt mondja, hogy az összes foglalkoztatotton belül a romák aránya 2014 és 2017 között a táblázat adatai alapján, hát ezt nem tud megállapítani, mert a romák arányáról nem szól ez a táblázat. Megadja persze ezt, hogy nem állapítható meg, tehát itt azért kitalálom a helyes választ, tehát tényleg nem állapítható meg. Utána van egy következő kijelentése. A roma népességen belül a foglalkoztatottak aránya 2014 és 2017 között, itt is tudom a helyes választ, kb. A harmadával nőtt. Ugyanis ez egyértelmű, mert le van írva, hogy a roma népesség lakosságának a körében 33,4%-ról 3 év alatt 45%-ára nőtt, ez 12% környéki, ami lényegében 33-nak a harmada, közel harmada, vagy pontosabban picivel több, de körülbelül ugyanannyi. Tehát itt is meg tudom adni. Aztán van itt egy kérdőjelem, amit hát valószínűleg ki tudott találni, de azért nem vagyok benne egyértelműen biztos. Azt mondja, hogy a férfiak foglalkoztatási aránya a nők foglalkoztatási arányánál, ugye egyáltalán nincs az adatokban az, hogy mennyi a nő. Talán ki tudom számolni, ha ki akarom számolni, hogy aki nem férfi, az nő. Tehát ilyen szempontból ki tudom, de azt nem lehet innen kiolvasni. Tehát nyilvánvaló, hogy én ezt azért nagyon kell, akkor látjuk, hogyha a férfiak körében 68-a, vagy 75,9-17-ben a foglalkoztatottság, de azért ezt nem lehet kiolvasni, hogy ugye a teljes népesség köréből hogyan látjuk ezt. Ezért azt írtuk, hogy azt mondja, hogy csak a roma népességen belül nagyobb, ezt nem tudjuk, semmelyik népességi csoport, ezt sem tudjuk. Hát ide írtunk egy ilyet, ami biztos igaz, csak nem következik a kérdésből, tehát itt látom egy kicsit logikán kívülinek, a teljes népességen és a roma népességen belül is nagyobb. Tehát azt látjuk, hogy a férfiak foglalkozó aránya, a nők tudjuk fejből. Tehát lényegében ezt tudjuk valamilyen szinten a magunkba ismert adatokból. A táblázatnak a teljes népességre vonatkozó adataink keresztül bemutatott folyamatot erősítheti, hogy hát ezek is megállapítások, tehát itt is azért ki lehet választani. Van benne kettő olyan, ami nekem végképp nem tetszik, és nem ide tartozik, ezért egyet választottam ki, nem azért, mert úgy érzem, hogy ez a tökéletes válasz, csak azért, mert úgy érzem, hogy ez a legközelebb. Az előregedő társadalomban a munkavállalási korúak számának csökkenése növeli a munkához jutás lehetőségét. Hát ez ugye mindenki szempontjából egyértelmű, tehát úgy gondolom, hogy talán ez lehet itt a helyes válasz. Ez volt az a 12 rövid választ igénylő dolog, amiben azon kívül, hogy némi történelmi ismeretek is kellenek, javaslom még egyszer a rejtvényfejtőknek is. Tehát ezt a helyzetet, ugyanis én szerintem nagyon sokan egészen jól meg tudnák oldani ezt a részt, bízom abban, hogy a tanulóink is jól megcsinálták, és a itt vonatkozó pontszámot
teljes egészében vagy közel teljes egészében megszerezték.